Hallgatók az egyetemen. Egykor ők is csak leendő nebulók voltak, akik látva Győri Campus presztízsét és értékeit, az intézmény mellett tették le voksukat. A Széchenyivel szimpatizáló fiatalok száma pedig évről évre tovább nő. Idén átlagosan 6%-kal többen jelentkeztek az intézménybe. A műszaki és informatikai vonalon ez az adat plusz 10%-os jelentkező számot, a gazdaságtudományoknál 14%-os többletet, felsőfokú szakképzésnél 5%-os emelkedést jelentett, míg a jogi és művészeti képzéseknél a tavalyival megegyező érdeklődőt jelent. Egyedül az orvos és egészségtudományi képzésnél jelentkezett visszaesés. A Széchenyi vonzerőnek persze több oka van. Szerintem az elmúlt éveknek a fejlesztései és ami magunkról közzétett adatok, azok az egyetemnek a presztízsét nyilván javították. Tehát az, hogy mi most már 10 éve egyetemként működünk, és sok értékes dolgot tettünk le itt Győrben, sok mindenhol szerepeltünk, ugye itt ez a hibrid hajtású teherautó, akkor a hallgatói rendezvényeink, a járműipari együttműködéseink, minden, azért ez az egyetemnek a presztízsét nyilván növelte. A másik ok a gazdaságosságban keresendő. A városban élő diákok közül ugyanis egyre többen belátják, hogy a kampusz versenyképessége mellett döntő, hogy Győrben van az intézmény, vagyis közvetlenül a tanulók lakhelyén. Így nem kell más városokba elmenni, ahol a tandíj mellett az albérlet és a rezsi is jelentős költségekkel bír.